Slender csídja, with Castiel. Megfogadtam, hogy elsőre meg fogom csinálni. Valljuk be, elég nagy bátorságra van lesz kijelenteni, mivel rohadt egy köcsög játék, amellett, hogy néha be is szaladt a hülye ijesztéseivel. Nem tudom, minek forgolódok most, mindegy. Ilyenkor még úgy se kellett, hogy nyisd meg az első paper. Hú, bassz meg. Dobog a szívem rendesen. Nem is azért, hogy félek, hogy megjelenik, hanem attól félek, hogy nem lesz meg. Azt akarom, hogy meglegyen elsőre. Nagyjából tudom, mi hol van. De azért nem az, az ott van. Tudtam, itt lesz valahol, csak... Na, ott van az első, jól látom. Always watches, no eyes. Nincs jég. Jaj, ez a zene. Ahogy Szefi mondta. Rohadna meg a zene. Na, hol az út? Hol? Ne, félek hátrafordulni, ne. Az a rohadt lámpa levitáció. Majd menj már gyorsabban. Csígya! Hát ott lett volna valahol a bokrosban, nem? Ja, ott van, ott van. Láttad? Elég cúf. Rút kis kacsa. Jaj, fussál már. De az első papír után ilyen közel jön. Régebben ez nem így volt. Anyád. Ne, legyen már itt. Azért mondom. A rohadt anyádat. Ez a játék tényleg csak azért nyomasztó. Mert nyomasztó. A zene miatt. A helyszín az annyira nem is lenne nyomasztó. Erdő. Erdő mindenhol van. De ez a hülye dobolás, szívdobogásra hasonlító kis valami. Ez elég idegölő. Te a főzet. Te a szirup. Te a tej. Aj, de dobog a szívem, bazd meg. Hogyha hirtelen elhallgatnék, azt nem mozognék, akkor szívromom van. Mondjuk nem tudom, ki tölti fel akkor. Na még egy ez az, yeah! 3/8. Poges! Jaj ne, a rohadt ház! Ez a ház amúgy mi? Ez egy olyan fürdőszobának tűnik, egy ilyen, mint a... Mit tudom, ilyen kis focipályák mellett szokott lenni ilyen öltözők, tusolók, az tisztán olyan. Anyád kapcsolta a lámpát. Nem is félelmetes. Csak nyomasztó. De abban legalább jó, szerintem. Én egyszer játszok vele. Úgyis meg lesz a 8. Simán megcsinál a másőre. Buzi Rudi. Olyan, mintha kint lett volna az ajtó előtt. De remélem nem. Nem. Mindegy, 4. Még 4. A felénél járunk, menni fog. Nem akarok még egyszer játszani vele. Elsőre akarom megcsinálni, és aztán végezni vele örökre. Alagút, geci. Most itt két irányba mehetek, a francba. Tényleg ezt úgy kéne kijátszani egyszer, hogy tudod, hogy merre mész végig. Nem az, hogy nagyjából tipre, mint én. Az rohadt lámpa! De legalább van papír. 5/8. És azon gondolkoztam, visszaforduljak-e vagy ne. Nem erre lesznek azok az oszlopok, nem? Az a sok oszlop. De még a fal se volt, meg a kocsik. A kis házas rész. Szívroham, szívroham, szívroham. Ott van az oszlop, ott van, tudtam, hogy erre lesz. Fussál már, te faszom öccse! Anyádat azt! Mi? Nyerni akartam. Megsiettem! Majd elfelejtettem felvenni a felvételt. Felvenni, elindítani. Anyád, rezeg a kezem. Utolsó próbálkozásom. Tudom, nem vagyok kitartó, de... Mit tudom én, idegesít, nem lehet.
Hogyha most nem sikerül, akkor soha nem fog. Most minek szenvedjek vele? Most tudom, hogy izé, hogy csináljam, hogy merre megyek, most... Most tudom, most merre indultam el, meg az előbb merre indultam el. Teljesen másra megyek most, nem? Akkor meg itt volt az az oszlopszar, vagy víztározó, vagy gabona, siló, vagy nyarák. Nézd, hogy remegtetem a kis csígyát. Idióta. Jobban idegesít ez a játék inkább, mint amennyire az idegesít, hogy nem bírom összedni mind a nyolcat. Mi a franc volt? Az előző videó után is. Csináltam még egyet, csak azt nem vettem fel, mondom, kipróbálom. Akkor ugyanúgy 5-nél kapott el, és ugyanott, majdnem. Hát ugyanott, csak akkor már végigmentem ott az oszlopoknál. Majd utálom ezt a helyet. WC, bazd meg. Mi az a takony ott a földön mellesleg? Mi csak a talajt nézem. De én sokkal jobb így menni. Jó van. Szék. Hol vagy már? Paper. Nem érek rá. No. Első papír. Nagyon jó. Veszem majd 20 perc az első papír. Én akkor még csak nem jön be a pofámba. Ott vannak a tartályok. Áj, rohagy meg. De nem tudna futni úgy, hogy nem basszal a lámpát? Mim, hogy ki az a nyomorék, aki nem tud úgy futni, hogy közben nem maga elé világít, hanem a talajra? Hogy mi, hülye? Fogyatékos? De ezt tényleg, eh? Jó, már kettő van. Haladás, getó. Azt mondom, hogy ott volt. Ott volt, ott volt. Milyen szép az ég. Na, jó van, buzi Rudi. Gyerünk már, fussál már. De ilyen lassan, hogy nem lehet, futni se lehet ilyen lassan. Én lefutnám, azt nem vagyok egy nagy fit ember. Tízszer körbefutnám az egész erdőt, azt lendőlne, meg leesne csak ki a fejéből, hogy mi van. Ez milyen gyors? Lehet jamaikai hosszú távfutó gyerek. Azt akkor lehet nem is követne. Fasz, mit kárazik egy hülye gyerek után? Igaz, teleportálgat? Na végre ott van az a ház, vagy a bódé, vagy mi az. Előzőben nem volt benne. Meg a kocsi. Azt a kocsi hátulján volt, mi? Ott. Na, a zene is buzul. Imádjuk ezt a szar játékot! Ez nem is játék, ilyen taktikai RPG. Ez mi? Jaj, de hülye. De lehetne RPG válcad belőle. Nem? Az még mondjuk vicces, hogy figyelmen kívül hagytam, hogy előttem volt. Mi is reagáltam, már csak megfordultam most. Hát nem? Hát de. Na, tényleg jó lenne egy Slender olyan taktikai RPG-s változat, hogy izélsz raksz. Mi az, hogy taktikai RPG? Nem kell oda taktikai, sima RPG. Lehetne fejleszteni a futást, meg ilyenek. Mekkora lenne már, geci? Kidob a izébe, erdőbe, szedj össze, miket? Csomó papír, lenne sok papír, nem 8, hanem lenne 100 papír. Az 10 papíronként tudnál adni pontokat, a képességpontokat. 10 papíronként lépni a szintet. Megint ott van, nem hiszem el. Jó, elbeszélgetek, teljesen másról, nem? Csak ugye a futásra adnék mindent, azt így végigfutnám az egész pályát, azt szevasz, Slender, mehetsz a faszba. Levert ízes izé, ellenlámpával rendelkezem, ez elvilágít egészen Etiópiáig, figyeld, a reflektor kibassza az ablakot. Ja most, már négy papír van? Nem is izgulok most, mert elbeszélgetek itt randomba. Még az előzőben rohadtul izgultam, hogy meg lesz-e vagy nem, de nem lett. 5-nél meghaltam, utána megint meghaltam 5-nél, most lehet elviszem 10-ig. Nincs benne 10 papír, na mit szólsz ez? Ej, te Rudi. Na ez a cső is, bazd meg. Nagy csó. Menj már be! De mi lenne, ha a Slenderman bemenne? Majd fussál már. Lihegős geci.
Ki vagy te? Kutya vagy? Kutya te. Ugye nézzétek az izét, árnyékot, vagy mi a fényt, olyan, mint a Slenderman feje. Az ellenlámpa fénye. Ajhaj. Ez lehet, hogy ott van megint. Ez lehet egy jelzés, hogy maga a Slenderman az elemlámpád. Vagy az elemlámpa a Slendermané? Elég jó sztorit lehetne csinálni. Tényleg jó, hogy minden másról beszélek, csak arról, ami történik. Mindegy. Tök mindegy, látjátok, meg ebben nem sok minden történik. Csak mész, követnek, futsz, szarsz, szedegeted a papírokat, hogy kitöröd a segged. Itt kapott el kétszer is. Az előző videóban, meg amit utána csináltam ott magamnak. Búzi. Hol van már papír? Na, jó van, Peti. Jó van, Ádám. Most itt nem bírtam szétnézni, ott van az a fasz zombi. Hát nem hiszem el. Húzzá már. De annyira gyorsan követ már öt papírnál is, meg már az első után úgy elkezd követni. Mi a franc? Hogy csinálod meg? Előbb 5 percet elkapott, pedig végig mentem, nem? Nem volt az, hogy forogtam, elkeveredtem a picsába. Végig mentem. Nem értem, szóval. Mi alapján csinálja ezt? Most meg veszem a 40 perce. Na jó, ez túlzás volt. Erős túlzás. 5 perce mehet? Kb. Úgy lesz, mint az előző, fogadjunk. Szefi kedvenc helye. Tud itt jól megszivat. Lehet meg is érdek végre. Na, 5. Innentől leszek megdögölve megint mi. Jó van! Esne anyád teherbe! Buzi szar, játszik a faszom vele, nem csinál meg soha ezt a szar. Igen, már megint. Idegesít ez a rohadt 8-as pöcs. Úgy is meg lesz egyszer valahogy, de nem fogom mindent feltölteni. Például már az előző, a 2-es videó óta próbáltam 4-szer. Azt akkor mindig csak szoptam. Most reméljük jobb lesz. Nem tudom, most az lesz, hogy felveszek egy csomót magamnak, nem töltögetem fel őket. Mert akkor már, ha már feltöltöd az eddigi összeset, akkor már lenne fent vagy 10. De nem fogom mindet feltöltni, csak amiben ténylegesen vagy megijedek, vagy összettem a 8-at. Mert ezt a világ végig játszhatnád, hogyha mindet feltölteni, de 800 részes sorozat lenne. Aki ezt összedi előttem, úgyhogy én látom, ott vagyok, és szedi előttem. Azt mondom, hogy az kijátszotta, de most ha felrak valaki netre valamit, hogy kijátszotta, akkor bármi lehet. Lehet hangnélkül játszotta végig. Hát, úgy meg lehet könny. De kipróbálom egyszer, lehet én is. Amúgy egy minta alapján próbálok haladni. Először a fa, aztán a... mi volt ez a kocsi? Aztán a tartálykocsi jön most, ha minden igaz. Utána meg nem tudom, jön. Van egy pap... Ez mi volt? Ez mi volt? Mindegy, megkerülöm. Meg azon csodálkoztam, nem ijedtem meg. Milyen hirtelen termet már lőttem. A rezonálás valószínűleg visszavonódott. Most megijedhettem volna pedig, bazd meg. Nem a házba megyek, mondtam, a sém alapján próbálok menni. Csak az a baj, a sémem alapjának a végén a ház van. Az ott, hogy megyek ki, be, ki, oda-vissza, az jó kérdés. De még el sem fog jutni odáig, szóval tök mindegy. A ház pont a vége. Most akkor jön a tartálykocsi, ha minden igaz, utána talán a cső. Aztán a cső. Utána az oszlopok, vagy azok a fa oszlopok, vagy farönkök. Utána jön a kereszt, a téglafal. Ahogy itt a tartálykocsi, jó van. Kereszt után mi jön? Jó van, persze, nincs rajta papír. Jó van, faszom. Ezt a játékot csak úgy lehet megcsinálni, hogyha az rögtön az első 8-nál ott van a papír. Ha nincs ott, akkor ezt nem lehet. Hogy? Előző videóban is... Jó, az előző videót nem említsük, ott hátraforogtam rendszeresen azért.
Na akkor hol tartottam? A falután jön. Milyen a falután? A siló, azt hiszem. Falután jön a siló, itt van a cső, akkor ez jó irányba megyek. A siló, utána ott fel kell kanyarodni, ha minden igaz. A másik útra, nem azon, amelyiken elkezdtem. A másik útra, és ott lesz a ház, meg a... az a sok tartály. De most a tartálykor nem kezdhetem, mert szinte a ház ajtajához rak ki az út. Kettő papír, jó van. Mert játszok, vagy másfél órája, azt már két papír. Szóval akkor mindenképpen a házban, vagy a silóknál kell véget érnie, az meg úgy nagyon necces szerintem. Meg úgy kéne vagy megoldani, hogy ne kelljen hátrafele menned a játékba, mert sokszor van az, hogy hátrafele kell menni, vagy a teljesen más irányba. Bemész mondjuk az oszlopokhoz, onnan kifele úgy kell jönni, hogy visszafordulsz, ugye? Vagyis nem is teljesen, de nagyjából vissza kell fordulni. Az meg azt mondom, ott van a fák között. De hol van az izé? Oszlop. Mintha az ott az. Mi van? Jaj. Így lesz, én megölöm magam. Jó van, ott van, nem? Jó van. És innen hogy megyek ki? Úgyhogy így... Várjál. Hogyha oldalra megyek, akkor... félek, hogy kihagyom a pluszot. Plusz jelt, a téglafalat. Falt. Falat. Jó van, bazd meg. Az meg ott van, pont szinte szembe vele. Szóval ezért szar, mert itt visszafele kell jönnöd mindenképpen. A téglafalnál meg ugyanúgy kell egy körtened a fal körül. Mert másképp nem tudsz visszamenni az útra, vagy eltévedsz. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Most tuti ott lesz valahol a fal mellett, vagy valahol. Jaj. Jó, hogy most csend vagyok, mert már koncentrálok. Meg gondolkozom, hogy hogy is van az út. Meg hogy mi is jön most? A siló? Nem, hogy az jön? Nem tudom, mindegy, de majd meglátom. De így nem fogom tudni, merre kell nézni. Mert nagyjából úgy megtanulmányoztam egy térképet. Fejben meg is van. Csak azért tudja, merre kell menni. A térkép nélkül szerintem nem is lehet megcsinálni. Hogy a vérbe? Hogyha mákod van, az első 8-nál ott lesz. Mármint az első 8 helyen. A szikla tényleg a szikla, bazd meg. Ezt majdnem nem figyeltem a cikk fel, blabla. Na. Nem rossz, de lehetne jobb is. Mióta játszhatok? 5 perc? Több, jóval több. Lehet, hogy 8 perc is játszom már. Ilyenkor már lennie kéne 7-nek is, a 8-at így gyorsan összedni valahol. De az tényleg az kéne, hogy egymás után rögtön mindent megtalál, ne legyen üres lyuk. Üres lyuk. Meg például... Jaj, a siló gerinc. Gabona siló! Gabona siló! Na! Ne basszál fel! Más kell kellett volna jönni. Jó van. Persze. Amúgy bocs, megyek vagy fél perce, de nem kapcsoltam be a frapszet megint. Megint. Az előbb kipróbáltam azt. Szóval a kettő videó között, amit láttok, volt egy ilyen 20 perces szünet. Kipróbáltam azt, hogy csak megyek, feltérképezem az összes helyet, hogy hol vannak a papírok. Leírom egy lapra, hogy egy, mit tudom én, a fánál, a kenyérnél, a oszlopoknál, és az alapján megkeresem a legrövidebb utat a térkép alapján, hogy megcsináljam úgy. És mi volt, bazd meg? Nem szedtem fel egy papírt se, és a Slenderman megjelent a fák között. Jól van. Úgy megint nem jó. Mert egyre közelebb volt már a vége fele, mire feltértettem az összeset, meg el is kapott. Szóval, hogy csináld meg? Mert tényleg azt vallom, hogy 8 helyszín, 8 papír. És így csinálod meg. Csak nem tudod előre, hol vannak ezek a szarok, mert randomra generálja, szóval nagyon jó. Most így se lesz megint papír, megütök valakit. Akkor már vesztes ügy az egész. Hát persze, hogy nincs. Jó van, Peti. Faszomat azt.
Mit rezegsz? Reumás kurva anyádat, Slenderman. Hülye csontsovány buzi. Legalább egyszer megijednék tőle, vagy valami. De nem. Nem úgy ijesztő, meg minden, csak nem tudok megijedni. Úgy, most ritkán tudok megijedni. Filmeken is van sok olyan buzi film, amiben állandóan az van, hogy néz a kisgyerek a sarkon, vagy csend van, mutat, nagyon nézünk valamit, aztán hirtelen boh, berobban a szádba valami. Akkor is jó, hogy megjegy az ember általában, de azokhoz sem nagyon szoktam, mert kiszámítható. Itt meg a random dolgokon lehet megijedni, csak meg is szoktam néha. De csak általában érdekes, mikor Szefnyi vagyok, akkor érdek meg, mert ő ráordít még a dolgokra, meg berezzen a gyerek, azt beszarok én is. Meg a... nem tudom, mikor más játszik, és úgy játszom, vagy úgy nézem őt, ahogy játszik, akkor meg tudok ijedni sokkal könnyedebben. Anyád, bocs. Na. Ugyanazt a mechanizmus követem, mint az előbb. A csígyját. Na, amit akartam mondani az előbb. Mit akartam mondani tényleg most komolyan, most mi van, most mit akartam most komolyan, most tényleg most mi van, most mit akartam most komolyan, most tényleg most mi van, most mit akartam most komolyan, most tényleg most mi van, most mit akartam most komolyan, most tényleg most mi van, mit akartam. De mit akartam mondani? Valamit akartam még az a ijedéssel kapcsolatban. Mindegy, majd eszembe jut. Na, két papír még csak. Még ez is megy már a 80 napja. Ja, oszlopgerinc, oszlopgerinc, mi a faszomat az oszlopgerinc? Anyád! Na igen, pont ezt akartam szerintem mondani, hogy... meg az ilyen fasságokon tudok megijedni, mikor... nem, nincs semmi előjele bármi, akkor az hirtelen az meg egy kibaszott nagy zaj, meg valami nyekergés van a füledbe. Ha rohagy meg! Ez nem ijesztő játék, ettől nem lesz ijesztő, hanem ez egy ijesztés volt a nyomasztó játékon belül. Szóval ez nem a játéknak a dolga. Nem az ijeszt meg, mert félelmetes a játék, hanem egy buzi. Mert így bedob ilyen szart. Most bárki megér azon, hogyha megy hazafele, nem számít arra, hogy ott lesz az anyja az ajtóba, kinyit az anyja ott áll, ordít. Megijeszt. Akkor még jó, hogy beszarsz. Fuck. A szívem de berezonált, bazd meg. Nem csinál meg soha a gyereket. Vezetem. Slender geci a fák között. Szarik. Obelisk. Menjél már gyorsabban. Super speed. Maximum speed. Tényleg megijedtem rendesen most a kurva. A szívem rendesen megállt vagy két percre. De most már mozog egy kicsit, úgy érzem. Mozog. Dobog. Mozog. Dobog. Dobogok. Start game. Ez csak Szefi tudja, hogy mi... minek az elváltoztatása volt. Szóval ott áll a fák között, jó van? Fe anyádat! De és hogy szedem fel a papírt? Például így hogy csinálom meg a játékot? Na! Fasz zombi! Az ott van a feje! De így hogy...